Erre mehetünk? Több mint 500 önkéntes hulladékgyűjtő és sok száz zsáknyi illegálisan lerakott vagy eldobott hulladék gyűlt össze a Földnapján a gyermekvasúthoz közeli területen a Magasút mentén. A fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan az Energiaügyi Minisztérium és az Émi Nonprofit Kft. Szervezésében érkeztek az önkéntesek a hegyvidékre, hogy a Teszed akció keretében minél nagyobb területet megszabadítsanak a természetet kevésbé tisztelő turisták és a lakók által elszórt vagy lerakott hulladéktól. Az önkéntesen a Tiszta Magyarországért felhívásra idén országosan több mint 3000 csoport jelentkezett, ám az önkormányzatok maguk is szervezhetnek hasonló akciókat. Ez a legnagyobb önkéntes akció, de ez, amit ma indítunk útjára, ez a Teszed akció, ez nem csak az önkormányzatok és az állam, hanem civil szervezetek, iskolák, munkahelyi közösségeknek az együttműködésére ad lehetőséget. Egyébként létezik egy pályázati forma, amit az Energiaügyi Minisztérium kezel, amelynek keretében az önkormányzatok pénzügyi segítséget is kaphatnak a területükön lerakott illegális hulladékok elszállításáért. A hegyvidéki önkormányzat támogatástól függetlenül is szervez közterület tisztító akciókat. Információink szerint évente 10-15 hulladékgyűjtő csapat száll szembe az illegálisan lerakott hulladékokkal. Ha rajta kapunk valakit, akkor azt meg tudjuk bírságolni. Erre is volt már példa. Egyébként ott a kerületben egy nagykövetség kis furgonyáról pakolták le a sittes zsákokat, és szerencsére egy sétáltató lefotózta, rendszám rajta volt, őt megbírságoltuk, de azért ez elég ritka. Igazán csak kérni tudjuk, hogy ezt ne tegyék. Ne rondítsák el a saját környezetüket. Volt arra példa, most már nem mondom melyik utcában, hogy a szomszédházból hozták ki oda az útszélére a kommunális hulladékot. Az emberek tényleg elég furák. No, de szerencsére ezt igyekszünk karbantartani. Van egy zöld kommandónak nevezett csapat, őket megfizetjük, nagyobb hajléktalanok által összehordott nagy szeméthegyeket, vagy ilyen kialakult kis spontán szemétdombokat velük tudunk felszámolni. A hegyvidéken és vélhetően a fővárosban is a legnagyobb illegális hulladék lerakó gócpontoknak számítanak a szelektív gyűjtőszigetek. Ezek is sok munkát adnak az önkormányzatoknak és a civil önkénteseknek. A kulturális szalon vezetője családjával együtt sok hasonló helyszínen megfordult már hulladékgyűjtőzsákkal a kezében. Szomorú látni, hogy az erdőben, a gyönyörű erdőnkben mi minden szemetet tudnak az emberek eldobálni. Én nem is gondolnám, hogy a mosószeres flakontól kezdve a minike mézes kis műanyag dobozik, hogy az hogyan kerül ide, szóval ezek nekem megdöbbentőek. Minden esetre a lényeg a mai napnak egy nagyon komoly közösségi kezdeményezés. Nagyon örülök, hogy ha körülnézek, ilyen sok embert látok, aki fontosnak tartja a környezetet, tisztaságát. Az önkéntes hulladékgyűjtők évszaka a tavasz, ugyanis ilyenkor már elég jó az idő és elég kicsi a növényzet a hatékony munkához, ám erre az évszakra idén több zöld programot is időzítettek a hegyvidéken. Ide sorolhatnám ugyanezen a héten elindított több lakossági programunkat is, legyen az esővízgyűjtő támogatás, vagy éppen udvarzöldítési program, Kertjében a természetpályázat, tehát számos olyan programot és akciót indítottunk ezen a héten, ami felhívja a figyelmet erre a mai napra, illetve erre a hétre, erre az időszakra. Az önkéntes hulladékgyűjtő csoportok és civil szervezetek a hegyvidéki önkormányzat zöld irodáját kereshetik, ha egy most még szemetes területet keresnek, illetve eszközökre van szükségük, vagy az összegyűjtött hulladék elszállításához szükséges technikát kérnek.